Szeretnék az igével kapcsolatban néhány nagyon fontos üzenetet átadni. És ott kezdem, hogy, hogy miért is szoktunk eljárni Isten tiszteletre. Nyilván, hogy ez egy fura kérdés, mert így szoktuk, hogy eljön a vasárnap, és akkor jövünk reggel az Isten tiszteletre. De milyen célból jövünk az Isten tiszteletre? Hát ugye van egy olyan cél, hogy, 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 hogy legyen okunk fölkelni vasárnap időben, mert ha nem, nem lenne vasárnap Isten, akkor nem kelnénk fel olyan korán. Tehát fölkerünk. Van egy olyan célja, hogy hát egy más ruhát vegyünk föl, mint, mint amit általában hétköznap, egy kicsit jobban kiöltözünk, ami teljesen rendjén is van. Az is egy célja, hogy találkozzunk egymással. És nem is kicsit célja, hogy találkozunk egymással, mert akiket szeretünk, azokkal szeretünk találkozni. Aztán néha azért is kell, hogy jöjjünk, mert akiket nem szeretünk, azokkal is kell találkozni. És fontos, hogy áttörjük azokat a falakat, amik esetleg elválasztanának bennünket egymástól. Tehát muszáj azokkal is találkozni, akikkel nem szívesen. Muszáj kezet fogni vele, és még azt is mondani, hogy békesség, vagy azt, hogy szervusz, vagy jó napot. És ugye a közösségi építés miatt ez nagyon fontos. Van, akinek azért fontos eljönni, mert ő van beosztva a rendezőszolgálatra, vagy gyerekfelügyeletre, vagy dicsőítésben, vagy prédikációban, és hát teljesíteni el a kötelességet, ugye? Meg azért is eljövünk, hogy megegyük a pogácsát, meg azt a finom fokhagymás lángoskát, amit Marika sütött ma reggelre. Ha esetleg éreznétek belőle valamit, hát finom volt ennyi. De meg azért is együtt vagyunk, hogy, és jövünk, hogy énekeljünk, meg hogy imádkozzunk, meg hogy hallgassuk Isten igéjét. De igazából ö, miért is jövünk össze? Igazából miért is van az, hogy Isten tiszteletnek nevezzük? Miért is van az, hogy, hogy, hogy ez nekünk fontos? Nem mindig kell választodnunk ezekre, nem minden reggel kell tudatosítanunk, de időnként kell, hogy tudatosítsuk magunkból, hogy miért is csináljuk mi mindezt. És alapvetően azért csináljuk mindezt, mert valakihez tartozunk, mégpedig az élő Istenhez tartozunk, aki számunkra fontos, akiről azt tartjuk a szívünkben, őt tekintjük az életünk legfontosabb személyének, a legfontosabb kapcsolatának, őt tekintjük az életünk legfontosabb forrásának, és amikor eljövünk Isten tiszteletre, akkor a rendszerességgel egyfajta folyamatos felfrissítés történik. Nem ennyi az Istennel való kapcsolatunk, hogy eljövünk vasárnap az Isten tiszteletre. De ez, az, ez a rendszeresség, ez egy emlékeztetés. Magunkat emlékeztetjük. Nem csak úgy, hogy ülünk egy fotelbe, és emlékezünk Istenről, hanem fölkelünk a fotelből, vagy az ágyból, fölöltözünk, eljövünk, elmegyünk olyan emberek közé, akik hasonlóan gondolkodnak. Tehát egy fizikai cselekvéssel az emlékezés mélyebbre megy. Ez az érdekesség egyébként az úrvacsorának is, hogy Jézus, amikor azt mondja, hogy a haláláról emlékezzünk meg, akkor nem azt mondja csupán, hogy gondolkozzunk el róla, jusson eszünkbe, hanem egy fizikai cselekvés cselekedjünk, és ezen keresztül történjen az emlékezés. Mert amikor az ember fizikailag is valamit megcsinál, akkor az mélyebben íródik be az emlékeibe. Nagyon érdekes, egy pár évvel ezelőtt valamelyik olimpián a műlovaglás verseny közvetítették, és azt néztem, és, és mondta ott a, a riporter, aki közvetítette ezt a versenyt, hogy nagyon fontos, hogy amikor egy ló megbottik egy akadályon, nem versenyen, hanem gyakorlás közben, akkor megbotlik egy akadályon, akkor újra meg újra visszamennek. És addig nem hagyják abban, míg sikeresen át nem veszi az akadályt, hogy, hogy legutoljára siker maradjon benne. Hogy sikeresen átvitte. Ne az, hogy levertem megint, és na jó, majd holnap próbáljuk, megint levertem, hanem, Ma a sikerrel kell zárnom is. És muszáj ez az emlékeiben, ez a siker, hogy benne legyen, hogy legközelebb legyen megint bátorsága neki futni egy pályának. Tehát, hogyha, bocsánat, hogy egy állatnak fontos az, hogy az emlékeztetés gyakorlatilag történjen, az embernek is fontos, hogy az emlékezésnek legyenek gyakorlati lépései. Tehát igazából az Istenhez való tartozásunk, az ő neki való élésünk egyik fontos, Frissítő, emlékeztetője az, amikor Isten visszatérve jövünk. Ezért ne gondoljuk azt, hogy Isten majd csak az Ige hirdetésben szól hozzánk, vagy az Ige felolvasásában, hogy, hogy nem tud Isten szólni a reggeli kávézásnál. Itt, amikor megjövünk, és együtt megiszogatjuk, mondjuk most éppen finom jegeszteje van, köszönjük szépen a rendező csapatunknak, annyira szuperek vagytok, Gábor és Marika, hogy hűtőtáskában hozták ma a jeget. Hogy nekünk legyen jeges, behűtött limonádénk és teánk. Minden elismerésem. Marika külön főzött valami szuper megyes euh, kompót vagy leves, de már nagyon jó volt, és nagyon köszönjük. Tényleg annyira figyelmesek vagytok. Szóval, nekem már, e, mikor láttam, hogy Gábor vágta reggel a citromot, és tette bele a jeget a limonádéba, Isten gondolkodását láttam. Közben úgy izzadt szegényként, mert dolgozott, de már ránk gondolt, és, és ez nagyon fontos, hogy hogy, hogy hogy minden, ami történik az Isten tiszteletben, ezen keresztül Isten hozzánk szól, ezen keresztül Isten velünk kommunikál. És nekünk szükségünk van arra, hogy sokféle módon legyünk emlékeztetve, és sokféle módon emlékezzünk, hogy újra meg újra bennünk legyen az elevenítés, a fölelevenítés. Na ez volt a bevezetés, most akkor egy pár ígét olvasok föl. A 119. zsoltárt nézzük meg. Nem az összeset, nem végig, nem végig fennállva, hanem a 119. zsoltárnak van egy néhány különlegessége. Az egyik különlegessége az, hogy ez a leghosszabb fejezet a Bibliában, a vers számozás szerint 176 vers van benne, ilyen sok egyikbe sincsen. És az a másik különlegessége, hogy föl van osztva 8 verses szakaszokra. És összesen tehát 22 szakasz van, 8 verses szakasz van benne. Van, még Bibliában külön vannak a szakaszok, van, amiben egybe folyik, de egyébként az eredetiben is ilyen 8 soros szakaszokra van. Fölosztva, és azért van felosztva 22 ilyen szakaszra, mert a, a Héber ABC-nek van 22 betűje, és mindegyik szakasz az ABC egyik betűjével kezdődik. Tehát kezdi az A-val, most a magyar ABC-t mondanék, az A-val, aztán a B-vel, aztán a C-vel, a D-vel, és mindegyik szakasz a következő betűvel kezdődik. És aztán így végigmegy, az összes betűn az ABC-n. Természetesen ne keresjétek a magyar ABC betűjét, mert ez már fordítás. Az eredeti Héber szöveg kezdődik a Héber ABC betűjével. És ami a központi lényege ennek a hosszú-hosszú Zsoltárnak, és a központi lényege az, hogy az ABC betűjével kezdődik, a központi lényege az, hogy az Isten beszédének a fontossága. Az Isten igényének a fontossága. Az Isten tanácsainak a fontossága. És végig e körül forog minden egyes szakasz, erről beszél valamilyen módon, és bele akarja, azt nem mondom, hogy súlykolni, de nyomatékosan bele akarja helyezni az olvasónak a lelkébe, hogy mennyire fontos, az Isten beszéde, az Isten igéje, az Isten gondolatai, az Isten tanácsai. Hogy mennyire fontosak az Istenek a törvényei, az Isten rendelései. Mennyire fontosak azok a szabályok, amelyeket Isten alkotott meg. És hát a jó héber megtanult ezt a Zsoltárt. Ismerek olyan embert, aki tudja, én nem tudom, egy pár verset tudok belőle, de nem tudom a 176-ot, pláne nem sorrendben lehet, hogy csinálnunk kéne egy ilyen bibliavers tanuló versenyt, és mondjuk egy hónapon belül ki tudja megtanulni a 176 verset. Tényleg ez. Még ezen gondolkoznom kell, de lehet, hogy valami jó díjat földobunk. Mondjuk, hogyha egy izraeli utazás lenne a földi, akkor, akkor lenne, aki... Ja, most igen, és majd télen Izrael. Jó, Na, még ezen gondolkozni kell. Tehát a központi lényege az Isten beszédének, az Isten törvényeinek a fontossága. És mindezt e, megfigyelhetjük, hogyha megszámlálnánk, hogy hányszor van benne ilyen szó, hogy, hogy felfrissít, megelevenít, hogy emlékezem, hogy gondolkozom, hogy elmélkedem, hogy reménykedem hogy járok az Isten törvénye szerint, hogy élek a szerint. Csak egy párat soroltam föl, de majdnem minden egyes versben legalább egy ilyen ige van, hogy én hogyan viszonyulok Isten igéhez, vagy mit szeretnék, hogy az Isten én hozzám viszonyuljon, mert én az ő igéhez így viszonyulok. Tehát ez az egész Zsoltár arról szól, hogy Isten igéje mennyire fontos, de akkor válik ennyire fontossá, ha én így állok hozzá. Ha én elmélkedem rajta, ha gondolkodom rajta, ha számomra fontos, hogyha ehhez igazítom a lépéseimet, ha ehhez igazítom a beszédemet, hogyha így állítom be az érzelmeimet. Hogyha nem így állítom be az érzéseimet, akkor nem tud ennyire fontossá válni az Isten igéje. Még mielőtt akkor... Pár vershez hozzáugranénk, még utalok Jézusnak egy szavára, egy, egy, egy mondatára, a János Evangélium 5. fejezetében, Jézus mond egy ilyet a János Evangélium 5. fejezetében, hogy az atyának, a mennyei atyának van élete önmagában, sőt a fiúnak is van élete önmagában. Ez azt jelenti, hogy Isten tényleg azt csinál, amit akar. Hogy Isten senki által nem befolyásolható. Isten senki által nem irányítható. Isten annyira önálló, annyira szuverén, hogy senkitől nem függ. Isten nem tartozik senkinek elszámolással. Senki nem kérdezheti meg, hogy ez miért. Számon kérő jelleggel. Az, hogy nem értem, és szeretném megtudni, hogy miért. Azt lehet tenni. De számunk. Hogy képzeled ezt Istenem? Ez a, ez a hangsúly, vagy ez a hozzáállás, senki nem kérheti számon. Isten nem tartozik senkinek felelősséggel. Istennek élete van önmagában, és ő senkinek nem tartozik elszámolással. Ebből az is következik, hogy az embernek nincs élete önmagában. Nekünk kapott életünk van. Kapott életünk van. Mi úgy kaptuk az életünket és el is fogják venni tőlünk. Tehát megkaptuk, és, és vissza is lehet venni. Mert nekünk nem önmagunkban van életünk, mert egy kapott élettel vagyunk, és rendelkezünk átmenetileg, de ez nem a sajátunk, ez az Istenhez tartozik. Ő az élet adó, ő az életnek a forrása. Minden élet, és a miénk is, ő belőle származik. De nekünk kapott életünk van. Ezért mi felelősséggel tartozunk. Ezért mi számon kérhetőek vagyunk. Nekünk számadást kell adnunk arról, hogy hogyan bánunk ezzel a kapott életünkkel. Istennek nem kapott élete van, Istennek önálló élete van, ő nem tartozik számadással. Nekünk kapott életünk van, és mi tartozunk számadással és felelősséggel. Na most ahhoz, hogy ezzel a kapott élettel jól bánjunk, ehhez kell tudni az élet szabályokat, az élet működési szabályait, az élet kézikönyve az Isten igéje. Az élet használati utasítása az Istennek az igéje. És persze nem feltétlenül kell azt keresni, hogy na, akkor oké, elronod benne ez, akkor hanyas hibakód, és akkor azt a hibakódot gyorsan kikeressük a Bibliába. Van egy pár ilyen hibakód, amire Isten így gyors választ ad. De sok mindenre nem egy ilyen hibakód jellegű üzenetet ad, és akkor meg lehet találni a megoldást, hanem arról szól a 112. Zsoltár, hogy miközben folyamatosan Olvasom Isten igéjét, tanulom Isten igéjét, kimondom Isten igéjét, gondolkozom rajta, elmélkedem rajta, gyönyörködök benne, engedelmeskedek neki, közben kialakul bennem az a hozzáállás, az a belső tudás, hogy mi az Isten akarata, mi az Isten életszabálya. És ebből egy néhány van, ami megfogalmazható, egy-egy rövid mondatban, vagy hosszabb mondatban, szabály szerint megfogalmazható, és van, ami nem fogalmazható meg, mert Érzések néha nagyon nehezen fogalmazhatók meg. Belső attitűd, hozzáállás, viszonyulás nehezen fogalmazható, meg körülírható, de engem néha fölbosszantattak, most már talán kevésbé, de régen. Szóval azt mondja, ezt érezni kell. Mi az, hogy ezt érezni kell? Dolgok, ezt érezni kell. Én egy kicsit ilyen elefánt a porcelánboltban típusú ember voltam, néha még vagyok is, de sokat változtatott rajtam a feleségem, és ő, ő, ő gyakran mondta, amikor egy-egy helyzetben úgy, úgy rárobbantam az igazságot, ki kell mondani, és nem kell kimondani, de ki kell mondani, figyelj Tamás, ezt így érezni kell, hogy ez most nem volt jó, itt most nem ezt kellene mondani, nem így kellene viszonyulni, ezt érezni kell. Ez egy férfinak semmit nem jelent. Tudni kell, de érezni kell, Ez aztán persze alakulunk, és most már én is tudom mondani, hogy ezt érezni kell. De valami nem leírható. Most, ahogy az Isten gondolkodásmódja szerint tudjunk érezni, a hozzáállásunk Isten gondolkodásmódja szerint való lehessen, ehhez szükséges az igének az ismerete, az ige olvasása, az igében való elmélkedés, az igében való gyönyörködés, a megtanulása is, és hagyni, hogy hasson ránk. És kialakul ez a fajta hozzáállás, az a Érezni kell. És persze, emellett van még a Szentleknek a direkt vezetése is. De ha ha nem nincsen bennünk gazdagon az Istennek az igéje, annak az ismerete, akkor nem tudjunk érezni, nem tudjuk úgy hozzáállni, Márpedig ez a hozzáállás, ez egy fontos dolog. No, akkor nézzünk egy pár ö, igét. Mindjárt a 1012. Zsoltár hatodik vers akkor nem valanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Hányszor félünk attól, hogy szégyenve maradunk, hogy megszégyenülünk valami miatt? Az nem tudom, hogy ti hogy vagytok, én nem szívesen élem át a megszégyenülés, az olyan kellemetlen, az olyan kerülendő dolog. De és azt mondja itt, hogy, hogy minden szégyen vallás, megszégyenülés elkerülhető lenne, ha Isten parancsolatait megtartanánk. Ha ismernénk, és ha úgy állnánk hozzá. Nem, nem, mondok rossz példák, annyi, annyi példát tudnék mondani, de, de, nem mondok, hogy hányszor is milyen helyzetekben szégyenültem meg. És legtöbbször azért, mert valami, és főleg a szeretet parancsolata, az, hogy szerest fele barátodat, vagy szeres Isten teljes szívedből, e kettő közül valamelyik, a hibázott, akkor abból általában megszégyenülés lett. De csak nagyon egyszerű, akik autót vezettek, tudjátok ezt, amikor gyorsabban mész, hogy kellene, és akkor elkap a box, és akkor a rendőr megkérdezi utána, hogy mennyivel ment, és te hát tudod, hogy 85-tel is mondod, hogy hát olyan 65 körül. Mert olyan ciki kimondani, hogy tudom, hogy 60-nal lehet menni, és 85-tel ment. Ez nagyon ciki kimondani, és, és akkor a rendőr mondja, hát uram, akkor megmutatom, hogy a kamera kiutatja, hogy 85, ha leszámolunk belőle 3 százalékot, akkor is 81, úgyhogy ön apró dolog, ugye? De, de mennyi ilyen megszigyenülés, ben van részünk, hogyha Istenek a parancsolatait nem tartjuk meg. És nem ismerjük, de megismerhető Istenek a parancsolata. Következő, kilencedik vers. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú, úgyhogy megtartja igédet? Nagyon sokszor idősebb emberek, ahogy visszatekintenek az életükre, és el tudják mondani, hogy mit ne csináljunk úgy, mint ők. És ha jót akarunk, akkor azokat a hibákat nem követjük el. Hát de hogyan tudja az ember előre? Mert az, hogy utólag tudja, hogy nem kellett volna, az egy dolog. Na de előre honnan fogja tudni? Hát egyrészt meghallgatja az idősek tanácsait, és aztán azon gondolkozik, hogy, oké, okay, ő nem volt elég ügyes. Valószínű, hogy, hogy ő valamit, valamit nem vett egészen figyelembe, és ugyanazt megpróbálja elkövetni, mint ő, és hát ha majd mi másképp járunk, de nem fogunk másképp járni. Viszont az Istennek a beszéde az, és nem egy mondat néha, valamikor egy mondatot kell megtartani. Például ez, hogy tiszteld apádat és anyádat. És ez, hogyha eszébe jut az embernek akkor, amikor felesel a szüleivel, és befogná a száját, és bevarná a száját, vagy a nyelvére lakatot tenne, és, nem szólna vissza, nem vágna vissza, akkor lehetséges, hogy sok bajtól megmenekülne. Tisztán meg tudja tartani az életútját. Van egy csó ige, a helytelen érzelmi és szexuális kapcsolatokról a Bibliában. Rengeteg van. Hogyha ezeket figyelembe vennék az emberek, és úgy tennének, nem törnék össze egymás szívét, és nem törnék össze a saját szívük se. És nem lenne az, hogy vár csak újra húsz éves lehetnék, bár csak ennyi észel megint előről kezdhetném, de nem lehet. Hogyha Isten igéjét, Isten beszélét az ember komolyan veszi, meg tudja tartani az élet útját tisztán. 11. vers. Szívembe zártam beszédedet, hogy nevét kezem ellened szívembe, nem az elmémbe. Tehát nagyon sokszor tudjuk, tudjuk, mit kéne tenni, de nem azt tesszük. Miért nem? Mert amit tudunk, hogy hogy kéne tenni, az még csak az elmébe van. Akkor van a szívben, mikor képesek vagyunk megtenni azt. Ez a különbség, hogy mikor van a szívben, és mikor van az elmében. Amikor képesek vagyunk megtenni, az van a szívünkből. Amikor azt mondjuk, hogy valaki jó szívű, miből mondjuk, hogy jó szívű, Kedvesen, ugye? Annyira szépeket gondol rólunk. Szegény ember, segíteni kell neki, hát uram, küldj valami segítséget, de nem mozdul. A jó szívűséget a kezéből, meg a lábából, meg a cselekedeteiből látjuk, igaz? Szívből cselekszik. Ezért a szívembe zárom az Isten beszédét, vagyis megcselekszem, és hogyha ezeket cselekszem, akkor nem védkezem Isten ellen. Szükséges, is, hogy ne csak itt legyen az Istennek az igéje, hanem valahol mélyebben a cselekvéseinknek az irányítója legyen. 19. vers. Jövevény vagyok a földön, ne rejtsd el előlem parancsolataidat. Amikor jöttünk haza a szerbiai ritrétről, akkor Szabadkán, még Vajdaság északi részén, bekanyarodtunk egy, egy táborba. Egy olyan menekült táborba, ami nem a hatóságok által felügyelt, hanem egy gyülekezet munkatársai működtetik nem is hivatalos hely, de hát tudomású. Egy ilyen felhagyott téglagyár, mint amint van Paks határában is. Van egy olyan téglagyár, és akik messziről jönnek, délről, keletről menekült emberek, ott húzzák meg magukat pár napig. És hát élnek úgy, ahogy élnek. De ezeknek a jövőményeknek a legnagyobb problémája, hogy nem tudják a helyieknek a nyelvét, nem ismerik a helyi törvényeket, a szabályokat. Igazából nem tudják, hogy hogyan kell a vajdaságban helyesen élni. Kihez fordulhatnak, kihez nem, ki a jó ember, ki a megbízhatatlan, ki az, aki becsapja őket, ki az, aki nem, tehát bizonytalanok jövevények egy idegen Földön. És védtelenek. És azt mondja itt az ige, hogy én ezen a földön vagyok jövevény. Nem tudom, kibe bízhatok, kibe nem. Nem tudom, ki a jó, ki a rossz. Nem tudom, hogy kell működni, és nem tudom, hogy nem kell működni. Nem tudom, mit kell csinálni. Uram! ad nekem a te parancsolataidat! Hogy, mert akkor nem jövevényként élek, akkor otthon vagyok. Ha az Istennek a szabályai, Isten parancsai, Isten rendelései szerint élünk, akkor otthon érezzük magunkat a világban. És hány ember mondja, hogy nem érzem magam otthon a világban, és elmegy egy másik országba, és ott se érzi magát otthon. Van ilyen rokonom, kitelepült Kanadába, három itt múlva visszatelepült. Nem érezte magát otthon. Van olyan ismerősöm, aki két évre kiment Angliába, hogy majd ott letelepszik és két év múlva visszamenekül. Nem érezte magát otthon. Van, aki otthon érzi magát, ő nem érezte magát otthon. Van, aki sehol nem érzi magát otthon. Amikor az ember az Isteni otthonra talál, akkor otthon érzi magát ott is, ahol jövevény. Ahol sátorban lakik, ahol bizonytalan az életkörülmény, de az Istennek a parancsolatai, azok otthon érzést adnak. Nagyon nagy érték. És ha nem vagy ilyen otthon érzéssel, akkor imádkozz ezt. Uram, jövevény vagyok a Földön, Add nekem a te parancsolataidat. Hadd élhessek azok szerint. Következő, a 27. vers. Értesd meg velem utasításai célját, hogy elmélkedjem csodáidon. Nagyon sokszor beleeshetünk abba, ha nem értjük, hogy miért, mi végre, akkor értelmetlen. Ha értjük, hogy miért, akkor már könnyebben veszük a dolgot. Valamelyik nap jöttem az egyik úton, és elterelték a forgalmat. Autópályát lezárták, és egy parkolóba kiterelték. És tudjátok, amikor az ember, na végre már földgyorsítottunk, már végre megyünk, most már mindjárt ott leszünk, akkor hirtelen táblák letterelnek, stb. És kiderült, hogy csak annyi volt, hogy a, a, a parkolóba ott álltak a, a matrica ellenőrök, és nézték, hogy az autópályára megvan-e váltva az autóra a matrica amíg nem érti az ember, hogy miért, addig bosszankodik, hogy de miért? Hát miért kell pont itt a nyílt autó, miért kell pont? Ja, értem. Az a cél, hogy ellenőrizzék, hogy, hogy megvan-e a matice. Ha értem a rendelkezések célját, akkor másképp tudok hozzáállni. És mi imádkoztatunk ezért, uram, vannak olyan rendelkezéseid, vannak olyan szavaid, amiket én nem értek. Értesd meg velem a célját. Hadd értsen meg a célját. Ha megértem a célját, akkor még ha nehezebb is, még ha kényelmetlenebb is, de tudom venni az akadályt, mert megértem a célját. Mert a cél az jó. A cél az jó. De ha nem értem a célját, akkor néha értelmetlen vagyok. És mi imádkoztunk így, hogy Uram, hadd értsen meg a rendelkezésének a célját. 36. és 37. vers. Add, hogy szívem intelmeidre hajoljon, ne a lesésre. Fordíts tekintetemet, hogy ne nézzek hiába valóságra, a te utadon értes engem. A szívnek a hajtása és a tekintet fordítása. A szívünkben vannak a szándékaink. Uram, ki tud parancsolni a szív szándékainak? Néha még mi sem vagyunk tisztában, hogy milyen szándékok vannak bennünk. Vagy ha tisztában vagyunk, de nem merjünk szembesülni vele. Nem, néha nehéz az embernek, hogy, hogy kimondja magára, hogy irigy voltam. Ott, ott legbelül vagy volt bennem egy kis bosszú vágy, és azért bosszantottam azt a másikat, vagy, vagy, vagy félelmek voltak bennem, és ezért nem mertem őszintelen. Vannak dolgok, amik kell, hogy, hogy imádkozzunk azért, hogy az Úr hajtsa a szívünket, a szívünknek a szándékait az ő intelmeire. Uram, hadd hajoljon a szívem. Tehát nem mindig vagyunk olyanok, akik tudatosan tudjuk irányítani magunkat. Van olyan részünk, amit csak az Istennek van hatalma, vagy joga, Változtatni. És nem várhatjuk meg mindig, hogy mindenben tudatosságra jussunk, és majd akkor változnak dolgok. Menjünk elébe. Uram, ha még nem is vagyok a tudatába dolgoknak, mielőtt még tudatában lennék, te már halltsad az én szívemet. Hajlítsad a szívemet. A másik pedig azt mondja, hogy a tekintetemet fordítsd el a haszontalan dolgokról. Igenis, ez már néha nehezebb, hogy ha valamit megkíván az ember, Egyszer így jártam egy autóvásárlásnál. Annyira akartam magamnak egy olyan autót. Annyira akartam, de borzasztóan. És megtaláltam az okot, hogy miért cseréljem le a régit. Ha nem akartam volna azt az autót, akkor azt mondtam volna, ez nem olyan nagy probléma. De annyira akartam, és ma tekintetem ráfordult arra a másikra, hogy már abban is hibát találtam, amiben úgy nem kellett volna. Ez szükséges, hogy, hogy amikor nehéz is, akkor a tekintetünket mégis fordítsuk arra, ami az Isten útjával megegyező, ami, ami, ami jó és ami tökéletes. Még három ilyen ige van, és utána összefogalom. A 45. vers. Tágas téren járok, ha a te utasításaidat keresem. Tágas téren. Néha úgy érezzük, hogy hogy beszűkít itt bennünket a lehetőségeinkben, hogyha az Istenre hallgatok. Hogy olvasom a napi igét, mondjuk, és abban van egy, egy, ütős gondolat. És elhatározom, hogy ma ezt szerint fogok élni. Jön ma valami helyzet, amiben ezt alkalmazni tudom, akkor alkalmazom. És jön a helyzet, és nekem alkalmaznom kéne, mert megígértem reggel magamnak. Igen, de úgy tűnik, hogy ha azt csinálnám, akkor, akkor rosszul járnék. Hát akkor inkább nem mert úgy érezzük, hogy beszűkíti a teret nekünk, hogyha annak engedelmeskedünk. Az igen meg azt mondja, akkor vagyok tágas téren. Akkor vagyok tágas téren, ha szerint járok. Igazából akkor vagyok a szabadságban, abban a szabadságban, hogy azt tettem, ami a szívemből jött. Nem azt, amire kényszerítettek, hanem ami a szívemből jött. Reggel beletettem a szívembe az igét, hogy ezt ma, ha lehetőségem lesz, megcselekszem. Megjött a helyzet, és az a szabadság, ha ezt szerint tudok tenni. És akkor át tudom élni az engedelmesség örömét. Hogyha nem teszem meg, akkor ott van a kudarc élmény. Úgy éreztem, hogy rosszabbul járnék, és le lehet, hogy úgy tűnik, hogy nem jártam rosszabbul, és mégis ott van bennem a vád, de nem azt tettem, amit szerettem volna. Elhajlítottam onnan, és beszűkítette a tér. Sose szégyeljük az engedelmességet. Soha ne szégyeld az engedelmességet az, hogy a soha ne szégyeld. Mert lehetséges, hogy ez akkor gyengeségnek tűnik, hogy valakinek az akarata erősebb, mint a tied. Hogyha jó helyzetben engedelmeskedünk, sosem szabad szégyelnünk. Mert az engedelmesség tágas teret nyit. Az a főnök, aki látja, hogy engedelmes egy beosztotja, amikor arról van szó, hogy kiben bízom meg, abba fog megbízni, aki engedelmes. Akiről érzi azt, hogy sumák, érzi azt, hogy igazából kikerülje a nehezet, nem fog benne megbízni, mert tudja, hogy az olyan, mint a ingó bingó tégla. Abban bízik, aki engedelmes. Az engedelmesség mindig tágas teret biztosít. Lehet, hogy nem éppen most, ebben a pillanatban, most ez szűk csatorna, de utána kitágul a tér. És érdemes ezért előre hinni, hogy amikor a te utaidon járok, amikor neked engedelmeskedem, akkor az nekem a tágas tér. 67. vers és a 71. vers van még, Mielőtt nyomorúságért tévelyektem, de most megtartom beszédedet. És a 71, jó, jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam a rendelkezéseidet. Mielőtt nyomorúságért, azért volt, mert én tévelyektem. Valamit rosszul gondoltam, rosszul csináltam. És hála Istennek, hogy szembe futhattam Isten öklével, vagy a fallal. Mert véget ért a tévegés, és most viszont megváltozhatok, és Istennek az útján járhatok. És ez nagyon fontos látni, hogy választhatjuk a, a bennünket ért problémákra való válaszként a sebnyalogatást. Pont nekem kellett így járnom, hát ezt érdemeltem én ki, hát Istenem, hát emberek, hát ezt lehet ezt is csinálni, de nincsen felszabadító vége. Azt mondjuk, hogy oké, okay, valamit biztos, hogy nem jól csináltam. Mit nem csináltam jól? Mit tanulhatnék ebből? És valamikor olyan dologra jövünk rá, amire másképp nem jöttünk volna rá. Valami, valami olyan megtörik bennünk, egy olyan szokás, egy olyan tulajdonság, egy olyan hozzáállás. Bocsánat, hogy gyöngyéről mondok egy példát, de ez annyira eklatáns volt, hogy... A házasságunk első szakaszában időnként jött elfogta az aggodalom. Volt oka bőven rá egyébként, hogy aggodalmaskodjon, de hogy elfogt az aggodalom. És ilyenkor én láttam a szemében, hogy ott van benne az aggodalom. És amikor 11 év ezelőtt volt az autóbalesetünk, ott annyi sok nehézsége volt, és annyi sok bajunk volt ott, hogy, hogy úgy megszámlálni se lehetett, és na akkor aztán utána aggodni végképp lehetett volna. És érdekes módon valahogy azok az események úgy megtörtek benne valamit, hogy azóta eltelt 11 év, talán ha egyszer vagy kétszer láttam a szemében a 10 év alatt ezt a lagodalmat, de akkor is rövid időre. Előtte meg hetenként jelentkezett. Tehát valami megtört benne. Most én nem mondom, hogy Isten azért engedte azt a balesetet. Jóval is, rosszul is történik baleset, nem ez. De hogy az a nyomorúságban valami megtört. És olvastak az igébe, hogy ne aggodalmaskodj, de nem tudtuk megtenni. Ott, amikor ez már akkora nagy volt a baj, hogy már úgyis mindegy volt, megtört bennünk az aggodalom, és onnantól kezdve nem jön elő. Jó nekem, hogy nyomorúságért, mert valami olyat tanultam meg belőle, amit másképp nem tanul, nem tudtam volna, én nem tudtam volna, vagy ő nem tudott volna megtanulni. Ha a vesztességeinket számoljuk, akkor van okunk. Ha azt mondjuk, hogy itt értek bennünket sebek, ott értek bennünket, ez az ember itt vágott meg, az az ember ott vágott meg, akkor mindig lehetnénk telepanaszol, és okunk lenne a kiakadásra. Vagy azt mondjuk, ez is egy harci sérülés rajtam, túléltem. Ez is egy harci sérülés rajtam, túléltem és győztem. Ez is egy harci sérülés rajtam, hogyha a sebeinket nem úgy nézegetnénk, hogy veszteségek, hanem úgy, hogy nyereségek, akkor egész másképp lennénk a csúnyaságunkra büszkék. Mert valamit megtanultunk azokból a sebekből megtanultuk azt, hogy Isten minden rosszban bele tudta helyezni az ő megoldásait, az, hogy áldás hozzon ki belőle. És végül, most már tényleg ez a vége, a 137. vers, és ez pedig így szól, hogy igaz vagy Uram, és helyesek a döntéseid. Igaz vagy Uram, és helyesek a döntéseid. Van egy óriási nagy különbség Isten és az emberek között. Azt mondja Jézus az emberekről, a Máté evangéliumában és Lukács evangéliumában olvasunk ezt, azt mondja az emberekről, hogy ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni. Ugye? Rólunk ezt mondja az Isten igéje, hogy mi gonoszok vagyunk. Nem azért, mert gonoszok akarunk lenni, hanem azért, mert ez a természetünkben benne van. De a gonosz emberek is tudnak jó cselekedeteket cselekedni. Tudnak jók lenni. Gonosz emberek, gonoszul szerzett pénzekből tudnak jó ügyeket támogatni. Rosszindulatú emberek tudnak simogatni, tudnak szeretni. Tehát a gonosz emberek is tudnak jót tenni, meg gonoszt is. De tudnak jót tenni. Isten úgy tud jót tenni, hogy ő nem gonosz. Isten fedhetetlen, Istennek nem kell semmiért bocsánatot kérni. Isten tévedhetetlen, Istennek nem kell semmiért korrigálnia. Isten átlátható, nincs rejtegetni valója. Nincs rejtegetni valója. Ő igaz. Ő igaz. Mi gonoszok vagyunk, ő meg igaz. Ő igaz. És ő neki nem kell magyarázkodnia. Nem kell magyarázkodnia. Igaz vagy, uram, de akkor miért érzem azt, hogy igazságtalanul cselekszel? Miért érzem azt, hogy nem úgy bánsz velem, ahogy megérdemelném? Vagy miért nem bánsz úgy valakivel, aki másképp érdemelni? Az egy jó ember. Miért bánsz vele rosszul, Uram? Az egy rossz ember. Miért bánsz vele jól, Istenem? Jó, Uram, igaz vagy, de nem igazságosak a cselekedeteid. A döntéseid. Hadd értsem meg, Uram, a te rendelkezéseid célját. Hadd értsem meg. Hadd értsen meg, és amikor megértjük azt, és kell, hogy ezen gondolkodjunk, elmélkedjünk, mit jelent Istennek az igaz volta? Hogy Istennek nincsenek hátsó szándékai. Isten nem mosolyog, egyél, csak így áll bátran, közel azt gondolja, hú, mennyit zavál. Isten jó, Isten teljességében jó, Isten teljességében igaz, ő teljességében igazságos. És ő megmondja a szemedben, amikor más a véleménye. Megmondja. És lehet, hogy az fáj. De akkor ná, az nem azért van, hogy, mert ő rossz, vagy gonosz. Ő igaz. És hasonlóvá akar bennünket tenni önmagához. És hogyan juthatunk hasonló, ebbe a hasonló állapotba? Ez nagy segítség az Istennek az igéje. Erről szól a 100 Zsoltár, hogy mennyire fontos Isten igéjét olvasnunk, tanulnunk, kimondanunk, emlékeztetni magunkat rá, elmélkedni rajta, elmélyedni benne, gyönyörködni, könyörögni azért, hogy hadd meg, hadd lássak mögé, hadd táguljak, hadd tudjak engedelmeskedni. Tehát egyszerre, ahogyan Isten igével foglalkozunk, a szívünknek a hozzáállását kell, hogy változtassuk. Ugyanis mindennek a célja az, hogy Isten hasonlóvá akar bennünket tenni önmagához. Hasonlóvá akar. Bár tudja, hogy mi gonoszok vagyunk, de mégis elindította bennünk, és elindítja bennünk az ő tökéletességét, az ő igaz mi voltát. És már van bennünk az az igaz. Nem vagyunk még teljesen azok. De már elkezdődött. És Isten ezt teljességre akarja vinni. Úgyhogy kedveseim, ne szégyeljünk engedelmeskedni. Ne szégyelj engedelmeskedni. Ne szégyelt fölvállalni azt, hogyha neked az Isten igéje alapján van egy véleményed, az lehet, hogy nem tökéletes vélemény, de amíg benned az van, hogy az Isten igéje szerint alakult ki, addig ahhoz ragaszkodjál, ha Istennek majd más a véleménye, akkor majd megváltoztatja. Ad hozzá még három igen megértés, és kanyarítani fogsz. Mert ezért imádkozom, hogy hajlítsd Uram, a szívemet arra, hogy neked engedelmeskedjek, ne a hiába, hiába valóságokra. Azért imádkozom, hogy fordítsd a tekintetemet, Uram, arra, ami a jó, ami a hasznos. Isten megteszi. De ehhez, testvéreim, nagyon fontos ragaszkodnunk ez az igéhez. És ezért olvasd, és olvasd, és olvasd, és adjál rá időt, hadd itasson át, hadd járjon át, mert az örökkivaló Istennek, az élet adó Istennek az élete van benne. Tudom, hogy sok mindenkit erre nem kell figyelmeztetni, de emlékeztetni mindig kell magunkat. Úgyhogy kívánok jó étvágyat, itt vágyat, egyed igyad az Istennek az igéjét, és amit a héten Isten megmutat, engedelmeskedj neki. Járjunk az engedelmességben, és tágas térre fog vezetni Isten bennünket az engedelmesség által. Amen. Fölállunk, imádkozunk egy pár mondatban, jó? Gyertek, álljunk föl, testvéreim!